Sziasztok, újra itt vagyunk, és most már a telepítés és a fejlesztő környezetek megismerése után elkészítjük az első alkalmazásunkat, amely a hagyományok mentén fog elkészülni, azaz egy Hello World típusú alkalmazást fogunk létrehozni a Visual Studio segítségével. Indítjuk is el a Visual Studio-t, és már most indítjuk el a virtuális eszközmenedzsert és egy 2.3.3-as képfájlt be fogok tölteni. Miközben ugye az emulátor töltődik, mi szépen elkezdjük a projektünket. New Project, Android, Android Application, a neve Sundroid lesz, pont Hello World, Solution Name ezzel megegyezik, és a Location pedig nálam a desktop lesz, oké. Ezt a projektet már néztük, megnéztük, hogy épül fel. Igazándiból ez maga a nagybetűs Hello World alkalmazás, de mi most ebből, amit csak lehet, kigyomlálunk, hogy újra föl tudjuk majd építeni. Az első és legfontosabb, hogy szépen innen kitörlünk mindent az Activity 1-ből, és a Resources-ból pedig a Layout mappába megyünk, ahol a Main XML olvasható, ez írja le ugye a layoutunkat, de most mi kódból fogjuk ezt létrehozni, egyetlen egyszer, aztán amit csak lehet XML-ből fogunk felépíteni. A values-ben van a string, erről majd kicsit később beszélek, meg fogjuk nézni, és azt hiszem, hogy készen is vagyunk arra, hogy elkezdjük az első Hello World alkalmazásunkat. Ugye itt van az Activity 1.c állomány, amelybe felépítjük majd az első alkalmazásunk képét. Nem beszéltem még arról, hogy mi az Activity, milyen komponensekből épül fel egy Android alkalmazás. Most egyelőre legyen annyi elég, hogy tulajdonképpen az alkalmazásunknak egy képernyő kép egy röviden az Activity. Persze ez nem egy pontos megfogalmazás, de első nekifutásnak ez megfelelő. Ez lesz az alkalmazásunk fő activity-je, ezért át is nevezem main activity-re. Ami még fontos, hogy ha van egy belépési activity-nk, akkor azt ugye a manifest állományba is regisztrálni kellene, ugye? De itt a Xamarin rendszerébe egy activity attribútummal, ha ellátjuk ezt az osztályt, és megadjuk a labelt, ami ugye az alkalmazásunk címe lesz, majd ezt át fogjuk írni, megadjuk azt, hogy a main launcher-re megjelenjen az alkalmazásunk, igen, valamint beállítjuk az alkalmazásunknak az ikonját. Lehet látni, hogy ugye a kukac drawable mappára hivatkozunk, ami ugye a resources drawable mappa itt látható, ugye található, és benne per jellel az ikon nevű PNG állományt hivatkozzuk meg, és így szépen látjuk is, hogy ez hogyan néz ki. Hát elég rusnya, mi le is fogjuk cserélni. Tehát ezt az attribútumot a fő activity-nél kell elhelyezni, egy ilyen szükséges, hogy az alkalmazásunk leforduljon. Utána látjuk azt, hogy ugye a main activity-nk az le van származtatva az activity osztályból. Nagyszerű. Ha megfigyeltük a kódkitördés előtt az activity-nek a felépülését, lehetett látni, hogy fölül volt írva egy metódus, mégpedig az onCreate metódus fölül volt írva. Ezt nekünk is meg kell tenni. Egyébként ez egy az activity-kkel kapcsolatos metódus, pontosabban az activity-k életciklusával kapcsolatos metódus. Erről majd részletesen fogok beszélni. Hogy megegyezzen a kódunk, a kitöröltel, ezt átírom,
Így, és szépen meghívjuk ugye az ős osztálynak is ezt a metódusát. Röviden ez az a metódus, amelynél föl tudjuk építeni az activity-nket, a legfontosabb adatokat betölthetjük, a UI-t felépíthetjük, tehát egy create, egy építő metódusról van szó. Na, akkor itt is hozunk most egy felhasználói felületet kódból. Ugye létrehozunk egy layoutot, amire a különféle widgeteket el tudjuk helyezni. Első lépésként egy lineár layoutot hozunk létre, és azt mondja, azt kéri tőlünk, hogy adjunk meg egy kontextust, hát this. Ugye ez maga a kontextus, tehát a main activity lesz. Ezután a layoutnak be kell állítani az orientációját, ami ebbe az esetben legyen vertikál. Tehát egymás alatt fogja elhelyezni a widgeteket. Na, akkor helyezünk el ebbe a layoutba widgetet. Létrehozunk egy címkét, ami egy text view lesz. Ő is kér egy kontextust, this. És adjunk is ennek a címkének valamilyen értéket, ugye a text property-n keresztül legyen ez a hello xamarin.android. Beköszönünk. Most hozzunk létre egy gombot, ugye? Mennyit lehet demózni egy gombbal? Egy rendszerből nagyon sok mindent. Az egyik legfontosabb, legrégibb felhasználói felületelem. Kontextus megkapja ő is. És neki is beállítunk egy értéket, ugye a text property-n keresztül, hogy say hello. Föl is építettük, nem igaz, tehát nagyjából létrehoztuk ugye az alapépítő köveket, most ezt szépen föl is kell építeni. Azt mondjuk, hogy a fő layoutunkba hozzáadunk egy view-t, először is a címkét, ugye, egy szövegmező jelenik meg, ez alá fogjuk elhelyezni a gombot, és a végén ugye az activity-nknek kell átadni ezt a fölépített layoutot. Fontos metódus jön, set content view. Alapvetően egy layout a mutató int id-t vár, így is fogjuk a legtöbb esetben használni, de lehet látni, hogy át lehet adni közvetlenül a view-t is, adjuk át, azért olykor erre is szükség van, tehát ismerni kell ezt a fajta felületépítési módszert is. Hát tulajdonképpen már működne is az alkalmazásunk, fölépítettük a UI-t, de azért egy gombot igazándiból nem azért hozunk létre, hogy csak nézegessük, hanem meg is szeretnénk azt nyomni. És már is egy új témába vágunk, az események. De hát ugye rutinos .NET-es fejlesztőként ez nem okozhat nekünk problémát, hiszen a buttonnak tudjuk, hogy van egy click eseménye, amelyre föl fogunk iratkozni, ebbe az esetben egy lambda kifejezéssel, ezért szeretjük a Xamarin-t, sender, event argumentumok, jó, és az anonymous metódus maga, és szépen ide beírjuk a kódot, ami a következő lesz, amikor ugye rányomunk a gombra, a labelnek a text property-jét fogjuk átírni, következő értéke, hello from the button. És készen is vagyunk, elkészült az első Android alkalmazásunk. Nézzük is meg, behozom a emulátort, buildeljünk, igen, most kellett volna, output
ablak. Hát nagy nehezen összejön, majd összerendezem, mire az egész folyamat letelik. Ilyenkor mindig szépen lehet látni, hogy mi mindent művel a rendszerrel, a Xamarin. Igen, sikeres. Na, így van. Nagy szívdobogás mellett azért megjelent a mi kis alkalmazásunk. Itt látható az activity-nek a neve, hogy sandroid.helloworld, amit itt megadtunk. Jó. A label-nek az értéke az, hogy hello-xamarin.android, itt látható. Ez egy text view. És alatta van egy button. Jó, azt itt hoztuk létre, bocsánat, itt hoztuk létre egy új button, amire, hogyha ráklikkelek, akkor átírja a labelnek az értékét Hello from the button-re, ugye itt iratkoztunk föl a klik eseményre. Hogyha visszamegyünk, ugye az alkalmazás indító panelra, akkor pedig itt látható az ikon, amit beállítottunk, tehát innen tudjuk ugye indítani az alkalmazásunkat. Nagyszerű, mindenkinek gratulálok, létrehoztuk az első androidos alkalmazásunkat. Egy nagyon picikét még javítsunk rajta. Két dolgot tegyünk meg. Először is nem szép dolog, hogy a stringeket így hardkódoljuk a forráskódba, hiszen a lokalizációt nagyon meg fogjuk nehezíteni, meg egyébként sem egy szép programozási technika ez, ezért a stringeket illik kiemelni erőforrás állományokba. Na, ezt pedig itt találjuk, a Solution Explorer-nél, ugye a Values folderen belül van egy strings.xml állomány. Ha ebbe belemegyünk, már két string előforrást láthatunk. Itt láthatjuk azt a módot, amellyel ezeket létre kell hozni. Mi is hozzunk létre ilyen string előforrásokat. Ezt kitörlöm, mert nincsen szükség rá. És akkor kimásolom, meg éperni nem szeretünk mi programozók, így mi, és az elsőnek a neve legyen az, hogy Hello Button Text, és ugye ide fogom betenni, hogy Say Hello, ezt az értéket itt, mindig ki is törlöm, utána jön a Hello Label Text. Text. Ennek az értéke volt a Hello Xamarin.android. Így mi. És akkor van még egy harmadik, ugye ez az Application Name. Ezt is átállítom mondjuk erre, ami itt van. Igazán nem csak azért másolom ki, hogy lássuk, hogy mit szeretnénk átírni, hiszen ez megegyezik most. Ide visszateszem, csak egy picit formázom, hogy Hello World, tehát mondjuk legyen ez az alkalmazásunk címe, hogy Sandroid kötőjel Hello World, így mi. Mentsünk egyet, Ctrl-K-D-vel lehet formázni az állományt, még egyszer mentsünk. Most már csak be kell állítanunk ezeket az előforrásokat a forráskódunkba. A stringnél nem lesz, tehát bocsánat, a alkalmazás névnél nem lesz ez túl bonyolult, ugye innen kimásoljuk az értéket, a névnek az értékét, kitöröljük ezt a beégetett string értéket, és azt mondjuk, hogy kukac string per application name, akkor most már onnan fogja venni az értéket. Most állítjuk be a labelnek a text értékét, de nem ezzel a módszerrel, ahogyan eddig ezt tettük, mert nem a text property-t, hanem a .set
text metóduson keresztül, és ide át kell adni az erőforrásnak a azonosítóját, ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy resource, string, és hello label text. Így, né? Ha valakinek nem jelenne meg a hello label text, akkor F6, akkor újra generálja a rendszer az erőforrás állományt, és akkor már meg fog jelenni. Most itt is a buttonnál is ezt tegyük meg, hogy set text, resource, string, és hello button text, így, né? Ezzel szépen rámutatunk a string erőforrása, és még annyi hibát követtem el, hogy itt nem strings, hanem string van természetesen, nem találná meg egyébként a rendszer. Hogyha ugye a strings.xml-be létrehozzuk ezeket a szöveges erőforrásokat, és F6-ot megnyomjuk, akkor itt a Resource Designerben meg fognak ezek jelenni, lehet látni, hogy itt van a string class, ugye ezt írjuk el, hogy resource, pont string, és itt van benne az application name, és a mellé rendelt id, hello button text, id, hello label text, id. Ezeket nem szabad kézzel szerkeszteni, ezeket a rendszer automatikusan generálja. Tehát lehet látni, hogy szépen ugye a hardcode-os stringeket kiemeltük erőforrás fájlba, és onnan az azonosító segítségével érjük el, hát itt még maradt egy, hogy hello from the button, hát akkor ezt is emeljük azért ki, hogy teljes legyen a kép, ennek legyen a neve, hogy hello button click text, ugye innen kiemeljük a szöveget, átírjuk, nagyon jó, mentünk egyet, ide jövünk, és beállítjuk a set text-tel, hogy resource, string, és nem látszik. Ugye erről beszéltem, semmi baj, F6, kapjuk a hibákat, nem számít, hello button click text, már is itt van, beállítottuk, és indul a fordítás. És nézzük meg, hogy hol tartunk a fejlesztésbe. Szerintem már lassan kezd összeállni mindenki fejébe, hogy milyen logika mentén is haladtak az Android fejlesztői. Itt vagyunk. Látható, hogy megváltozott az alkalmazásunknak a neve, ugye amit itt megadunk az Activity attribútumnál, és a többi változatlan maradt, hiszen kiemeltük a szövegeket erőforrás állományba, csak ennyit tettünk. Állítjuk le a program futását, és még egy dolgot csináljunk azért meg, mert ezt a rusnyai ikont, amelyet ugye alapból kapunk, azt cseréljük le, tehát ezt az ikon PNG-t töröljük ki, és a drawable-höz adjunk egy létező elemet. Nekem az asztalon létre van hozva egy Android ikon gyűjtemény, ez egyébként a Xamarin honlapján le lehet tölteni, és én is majd közzel fogom adni, de ezen igazándiból nem múlik semmi. A drawable-ből az ikon PNG-t válasszuk ki, hát most megegyezik a kettőnek a neve, csak hogy azért lássuk, hogyan lehet egy alkalmazásnak beállítani az indító ikonját, hiszen ma már, ha valakinek nem szép az ikonja, igazándiból rá se klikkelnek, hiába lehet tökéletes maga az alkalmazás. A legfontosabb feladatok közé tartozott az ikon beállítás. Na és akkor lassan befejeződik ez a talán nem túl hosszú tutorial videó is, hogyha sikerül rábírni a rendszert, hogy újrafordítsa. Outputot nézegessünk, igen, másolja az alkalmazást. Csak megérkezett az alkalmazásunk, hát sokszor belefuthatunk hasonló szituációba, egy picit lassú a fordítás, ilyenkor célszerű megszakítani és újraindítani, megoldódik a probléma.
Amit itt most nézünk, az az, hogy igazándiból megváltozott az alkalmazásunknak az indító ikonja, szépen látható, hogy itt vagyunk, Sandoid Hello World, és ezzel ezt a videót le is zárom, a következőben azt nézzük meg, hogy hogyan lehet XML állományból fölépíteni ezt a UI-t, és hogyan tudjuk csinosítani az alkalmazásunkat.